Üdvözlök mindenkit, én Magyar Tibor vagyok, a Gordius Solution Standard Kft. Szakmai vezetője, és itt ül mellettem kolléganőm Csek Szandra, aki az egyik legjobb pályázati szakértőnk. És ma a lakossági energetikai pályázatokról fogunk beszélni elsősorban, ugye itt általánosságban a lakossági pályázatokról is, illetve itt konkrétan kicsit körüljárjuk ezt a lakossági energetika pályázatot, ami a lakóépületek energetikai hatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célozza. Ez úgy fog kinézni ez a mai beszélgetés, ugye most már elég régóta nem jelentkeztünk ezzel a Facebook Live-os bejelentkezéssel, hogy kicsit jobban önök is megértsék azt, hogy miről is szól ez a pályázat, kiknek lehet pályázni, miért jó, illetve milyen feltételek kellenek, milyen menetrend az, ami a döntéstől egészen a pályázat benyújtásán át a megvalósításig, a beruházás megvalósítására szól. Szandrával egy ilyen interaktív beszélgetést fogunk most folytatni. Szandra lesz az, aki elmondja, hogy pontosan mi is ez a pályázat, én pedig megpróbálok olyan kérdéseket feltenni neki, ami remélhetőleg mindenkinek megfordul a fejébe. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogyha esetleg kommentelni szeretnének, illetve kérdéseket kommentben szeretnének feltenni, hogy most egy kis technikai malőr van, úgyhogy nem feltétlen látjuk a hozzászólásokat, de minden kérdés meg lesz válaszolva, illetve hogyha végeztünk a beszélgetéssel, akkor utána megpróbálom megnézni és még itt élőben válaszolni a kérdésekre. Tehát itt, amint említettem, elsősorban ez a lakossági energetikai pályázatról fogunk beszélni. Azért ezt választottuk, mert igazából kis túlzással ez az a pályázat, amit majd, hogy nem minden 18. életévét betöltött lakástulajdonos tud megpályázni Magyarországon. De át is adnám Szandrának a szót, és egy pár szóval, hogyha bemutatnád, hogy mi is ez a pályázat, illetve mi a célja, vagy miért jó, akkor talán kicsit közelebb jutnánk a megoldáshoz. Köszönöm szépen! Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Tehát ahogy mondta már Tibor is az elején, ennek a pályázatnak a célja az, hogy a lakóépületek energetikai hatékonyságát növeljük, illetve használhassunk megújuló energiaforrásokat is, ezáltal csökkentve az energiakibocsátást. Miért is jó ez a pályázat? Nagyon sokan szokták tőlünk kérdezni. Egyrészt ugye javul az ingatlanom állapota, állaga, korszerűbb lesz, ezáltal nő az értéke is, illetve tudok a számlákon spórolni havonta x ezer forintot, ha például a fűtést veszem alapul, akár egy szigeteléssel, egy fűtés korszerűsítéssel, illetve nem nagyon szokott lenni a termékek között olyan lehetőség, hogy 0%-os visszatörlesztéssel tudjon fizetni ezt a hitelt. Kik is pályázhatnak, ugye ez is nagyon fontos kérdés, és az előminősítések során elő is szokott kerülni. Minden nagykorú cselekvőképes természetes személy, aki rendelkezik ugye adóazonosítóval, és legalább egy éve magyar lakcímmel is. Nagyon fontos, hogy a korszerűsíteni kívánt ingatlan esetében tulajdon joggal vagy tulajdoni helyzetben is rendelkezni kell, illetve lakcím szerint is ott élni, ott tartózkodni mindenképpen. Igen, ugye azért is érdekes most ez a pályázat, ugye itt a megújuló energiaforrások, illetve a környezet szennyezés ezáltal, hogy nem feltétlenül megújuló energiaforrásokat használunk, vagy pazaroljuk azt az energiát, ami rendelkezésünkre áll. Most elég nagy visszhangot kaptak ugye a közelmúlt világpolitikai eseményei miatt. Mindenkinek ismerős lehet a párizsi klímaegyezmény, illetve az, hogy az Egyesült Államok kilépett belőle. Én úgy gondolom, hogy nem csak saját magunknak jó ez a pályázat, hanem hogy kicsit környezettudatosabban éljünk, illetve a későbbi generációknak egy élhetőbb világot hagyjunk magunk mögött. És már el is jutottunk oda, ugye, hogy hogyan tudjuk csökkenteni az energiafelhasználásunkat, nem feltétlen megújuló energiaforrással. Egyébként Szandra mindjárt el fogja mondani azt is, hogy megújuló energiaforrásra is lehet ezt a pályázatot fordítani, de nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk esetlegesen mondjuk napelem nélkül
energiát spórolni magunkra, tehát mire lehet fordítani ezt a pályázatot, a pályázaton elnyert összeget? Nagyon jó a kérdés, és nagyon fontos is, mert ugye itt el kell számolnunk a költségekkel. Például fordítható még az ingatlan külső-belső szigetelésére, nyílászárók cseréjére, elnyékoló szerkezet kialakítására, gondolunk itt előtető készítésére, redőnyökre, fűtéskorszerűsítésre, világításrendszerek energiahatékonyabb átételére, és ugye napelem-napkollektor bevonására. Ami nagyon fontos, ugye van néhány alapdolog, amire érdemes figyelni, mielőtt belevágunk ebbe a pályázatba. Például frissen le kell dokumentumokat kell minden esetben csatolni, sokszor szokták mondani, hogy van energetikai szakvéleménye, igen, tavalyról tavaly előttől sajnos az már nem biztos, hogy időszerű, mert azóta lehet, hogy valamit változtatott, korszerűsített az ingatlanot, tehát egy frisset kell csatolni, egy jelenlegi állapotot kell bemutatni, illetve egy jövőbeni állapotot is. Tulajdonilapnál ugye 30 napnál nem régebbit kell mindenképpen csatolnunk, illetve közüzemű számla, ez nagyon fontos, kérik, kell a pályázathoz, tehát a fűtés szempontjából le kell fednünk ezt az egy évet, itt a lakottságot nézik lényegében. Mindig javasoljuk egyébként szakemberek bevonását is, például az energetikus, nem csak a szakvélemény miatt fontos, hanem sokat emlegetjük ezt a TNM rendeletet. A szakember nagyon jól el tudja magyarázni és mondani, hogy pontosan milyen szempontokat is kell vizsgálni, tehát hogy milyen módosításokra van szükség az, hogy elérjük a kívánt energiahatékonyságot, és ezáltal nyertes pályázatról is beszélhessünk. Míg ami érdekes és fontos lehet, ugye a költségeknél 2 millió forint alatt ingatlan fedezetre nincsen szükség, viszont e felett igen, tehát itt egy értékbecslésre is szükség lesz. Magáról a pályázaton megnyerhető összegről még nem esett szó, ugye itt 500 ezer forinttól 10 millió forintig igényelhető ez a támogatás. Nagyon fontos, hogy 90% az, ami maga a támogatási rész, 10% pedig az önerő megléte kell hozzá. Igen, itt fontos megemlítenem egy pillanatra, hogy ahogy Szandra már is belement ugye ebbe a szakmai dologba, és hogy egy kicsit értsük, hogy miről is van szó. Ugye sokszor megesik ennél a pályázatnál, itt ugye egy visszatérítendő támogatásról beszélünk, hogyha nevén akarjuk nevezni a dolgokat, gyakorlatilag egy 0%-os hitel, amiről szót ejtünk. Hogy sokszor szembesülünk azzal a kérdéssel, és úgy gondolom, hogy aki nem meri megkérdezni, neki is megfordul a fejében az, hogy mi szükség van ilyenkor pályázatíróra, hogyha ez önmagában egy hitel. Tehát egyébként itt én mindig azzal szoktam kezdeni ilyenkor, hogy nyilván, ha bemegyek a bankba, ott is van egy hitelügyintéző, aki intézi ezeket a hiteleket nekem, illetve vannak hiteltanácsadók. Önmagában ugye ez a pályázat, mert mégiscsak pályázat, ugye, mert támogatás, uniós támogatásról beszélünk, rengeteg utánajárást, tanulmányozást, rengeteg papírmunkát jelent. Akárki egyébként meg tudja magának időzősen írni ezt a pályázatot, mindössze annyit kell tennie, hogy kivesz körülbelül egy hónap szabadságot, amíg tanulmányozza a pályázati kiírást, illetve a feltételeket, ezen belül is mi vonatkozik rá, továbbá utána elvégez egy olyan képzést, ami alapján a magyar bürokratikus rendszerbe be tud csatlakozni, és a megfelelő dokumentumokat a megfelelő helyre, illetve a megfelelő kérdésekkel a megfelelő emberekhez jut el. Mi igazából azért vagyunk, hogy időt és energiát spóroljunk, illetve rengeteg fejfájást spóroljunk meg a pályázóinknak, mivel azért ez mégiscsak egy nagyon időigényes és nagyon keményen oda kell figyelni arra, hogy minden tökéletesen menjen. Ugye sajnos hiánypótlásra nagyon sok esetben nincsen lehetőség, tehát tökéletesen kell benyújtani egy pályázati anyagot ahhoz, hogy azutána el legyen bírálva megfelelően részünk, vagyis hát számunkra megfelelő bírálatot kapjon. Én még arra térnék ki, illetve arra kérdeznék rá, hogy konkrétan ki az, aki pályázhat, tehát hogy van-e ennek esetlegesen életkori az országon belül
elhelyezkedésére, tehát hogyan is néz ki, ki pályázhat Magyarországon belül ezekre a pályázatokra, és mi az, amire oda kell figyelni azon felül, ugye, hogy mindenféleképpen energetikai szakembert kell bevonni, mivel ugye ezt nem csak ajánljuk, hanem ezt a pályázat kötelezően előírja, hogy névjegyzékben szereplő energetikussal kell ennek a már említett TNM rendeletnek a megfeleltségét bizonyítani ugye a fejlesztés után. Tehát én erre lennék még kíváncsi, hogy kik azok, akik pályázhatnak itt az országon belül. Ugye a kort említetted, ugye eszembe jutott az is, nagyon fontos, hogy nem töltheti be a 75. életévét a pályázó személye, tehát adóstársat ilyenkor mindenképpen be kell vonni, vagy a futamidőt úgy meghatározni, például egy 55 éves pályázó személynél, mondjuk csak 10 év legyen a futamidő, és akkor 65 éves koráig ugye vissza tudja törleszteni. Egyébként 1 és 20 év a futamidő, ezt a pályázó határozza meg. Az a nagyon jó ebben, hogy nincsen kamat, nincs kezelési költség, tehát igazából teljesen mindegy, hogy 20 évig fizeti, vagy csak 10 évig szeretné. Nyilván a családi kasszának tudatában határozom meg, hogy mennyi pénzt tudok az adott hónapban erre szánni. Meg kell ugye különböztetnünk a közép-magyarországi régiót is ennél a pályázatnál, illetve a konvergencia régió. Igen, ez minden ilyen uniós támogatásnál így van, hogy ugye a közép-magyarországi régiót kicsit elválasztják az úgynevezett csúnya szóval élve konvergencia régiótól. Ez ugye azért van, mert az unión belül, a tagállamokon belül is vannak olyan különböző térségek, amik milyen fejlettségi szintnek felelnek meg, és ezen ettől függ az, hogy mennyi támogatást kapnak. Magyarországon a közép-magyarországi régiót egyébként nagyon-nagyon könnyű behatárolni, ezt úgy tekintjük, hogy Budapest és Pest megye, tehát budapesti lakosoknak is tökéletes ez a támogatás, nincsenek kizárva, illetve Pest megye. Itt egy kicsivel kisebb a keret összeg, ez azt jelenti, hogy valószínűleg hamarabb ki fog merülni ez a keret, míg mondjuk a összes többi régióban egy sokkal nagyobb keretösszegre tudunk számolni, tehát ez valószínűleg még egy jó darabig nyitva lesz ez a pályázat, de ugye arról folyamatosan tudni kell, hogy mégiscsak egy forrás kimerüléses támogatásról beszélünk, tehát hogyha elfogy a keret, akkor onnantól kezdve többet sajnos már nem lesz lehetőség megigényelni ezt a támogatást, tehát ringathatjuk magunkat abba a hitbe, hogy rengeteg időnk van még, de nyilván ugye az lesz a miénk, amiért teszünk is, és méghozzá minél hamarabb, tehát az nagyon fejfájós, amikor éppen forráskimerülés miatt csúszunk le valamiről, mert nagyon sokáig hezitáltunk rajta. Ugye, hogy miért is csináljuk ezt a videót, illetve hogy azok, akik nézik, tehát önök, akik megtekintik ezt a videót, ugye valószínűleg valamilyen szinten már kapcsolatba léptünk egymással, ha nem is konkrét interakció lépett fel, hanem már e-mailt váltottunk, vagy e-maileket küldtünk ugye önöknek, több lépésben is elmagyaráztuk, hogy miért jó ez a lakossági pályázat, illetve miért jók a lakossági pályázatok, illetve hogy miért is nagyon jó ez a támogatás. Azért is beszélünk róla szóba, mert tényleg hisszük azt, hogy kell egy kis uniós támogatás ahhoz, hogy tudjuk csökkenteni a káros anyag kibocsátását, illetve a saját zsebünkből kevesebb pénz menjen ki a rezsi számlák miatt. Az, hogy most mi elmondtuk, nagyon-nagyon felszínesen, és nagyon-nagyon tényleg csak a felszínt érintve azt, hogy miről is szól ez a pályázat, miknek kell megfelelni. Ugye ez ennél sokkal összetettebb dolog, sokkal több rétű dolog. Valószínűleg találkoztak már az előminősítési űrlapunkkal is, amit csak ismerkedtek vele, de nem töltötték ki, nem küldték be. Én mindenkit sarkallok arra, hogy küldje, eltöltse ki, hogy a szakértő csapatunk meg tudja vizsgálni azt. Ez is egyébként csak egy elsődleges szűrés, megvizsgálni azt, hogy adott esetben ön tud-e pályázni, illetve alkalmas lehet-e önnek ez a pályázat, és amint megvan ez az előminősítés, és esetlegesen pozitív eredményt érünk el, tehát az jön ki, hogy tudunk támogatást igényelni, akkor ezután szoktuk vagy a budapesti, vagy pedig a nyíregyházi irodánkba invitálni egy személyes találkozóra leendő ügyfeleinket, a nyíregyházi irodában egyébként Szandrát is megtalálják, vagy hogyha ez a távolság, illetve az idő miatt nem kivitelezhető, akkor pedig egy telefonos, egy fél óra, órát erre rá kell szánni mindenféleképpen, hogy
hogy kicsit bővebben megismerkedjünk ezzel a pályázattal, és mindenféleképpen olyan képet tudjuk alkotni magunkba, ami egy biztos döntés előtt elé tud állítani. Tehát, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ez a pályázat nekünk jó, nem jó, és egy megfelelő döntést tudjunk hozni, hogy szeretnénk ezt a pályázatot benyújtani, vagy sem. Szandra, nem tudom, hogy van-e még valami, amit itt feltétlenül első körben el szeretném mondani. Igen, még a kizáró okokról talán nem beszéltünk, ez is nagyon fontos. Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Mert már a telefonos konzultációk alkalmával is rá szoktunk kérdezni, illetve már az előminősítésnél az adatlapon is felmerülnek ezek a kérdések, úgyhogy mindenképpen érdemes őszintén az igazat írni, mert tehát ez nem rajtunk múlik, hogy ki pályázhat, ez van előírva, ez van a felhívásban is. Ennek tudatában tudunk tovább lépni. Igen, sok esetben ügyfeleink azt hiszik, hogyha nálunk átcsúsznak a rostán, és itt az előminősítésnél esetlegesen nem teljesen őszintén írnak a jelenlegi helyzetükről, illetve arról, hogy mit szeretnének csinálni, akkor ez már egyenértékű azzal, hogy megkapják ezt a támogatást. Nagyon fontos ebben a munkában az őszinteség, tehát az, hogy mindenféleképpen a valóságnak megfelelő adatokkal tudjunk dolgozni, mert csak abból tudunk támogatást nyerni. Tehát erre szeretném kérni mindenkit, hogy aki az előminősítést kitölti, az bizalommal is őszintén válaszoljon ezekre az egyébként nagyon egyszerű kérdésekre. Igen, ez tényleg fontos. Megemlítenék azért párat, hogy mi is, ami lényeges. Például ugye KHR szerinti hitelmulasztás esetén, tehát hogyha negatív adósként szerepel, akkor sajnos ki van zárva ebből a támogatásból. Ha a jövedelme nem fedezi a kölcsön törlesztési részleteit, akkor szintén, tehát azért is kérdezzük meg, hogy mekkora a nettó jövedelme. Az a szerencsés helyzet, hogyha házastársakról beszélhetünk, akkor ugye mind a két fél jövedelmét alapul tudjuk venni, de nem lehet például adótartozás sem, köztartozás sem, és 60 napon túli közüzemi tartozás sem, úgyhogy ezeket érdemes mindenképpen szem előtt tartani, mielőtt belevágnak a pályázatba. Tehát, hogyha valaki nem biztos ezekben a kérdésekben, akkor utána kell járni. Általában a bankintézeteknél is nagyon szívesen segítenek, tehát mondjuk egy KHR listát lekérdezni nyugodtan érdemes is kell is, hogyha nem 100%-os az információ. Igen, tehát amit az előbb is mondtam, hogy ez tényleg csak egy nagyon felületes kis tájékoztatás. Mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy az előminősítés kitöltése után további kérdések merüljenek föl a pályázókba, és minden egyes olyan dologról, ami nem teljesen biztos, tudjunk konzultálni, meg tudjuk beszélni, mielőtt pályázat írásra, illetve pályázat beadására adjuk a fejünket. Viszont mi nem is nagyon szeretnénk rabolni az időt ezen a, hát bízunk benne, hogy nem utolsó kellemes nyári délutánon, mert ha jól sejtem, hétvégére jön a rossz idő, de utána megint jó idő lesz. Úgyhogy nem is szeretnénk itt az utolsó strandos napokon tovább rabolni az idejüket. Még annyit szeretnék azért hozzáfűzni, hogyha ugye megvan ez az előminősítés, van egy személyes konzultációnk, és úgy döntünk, hogy beadjuk a pályázatot, akkor ugye mi végig fogjuk ügyfeleink kezét. Nálunk különböző megbízási csomagokkal lehet szerződni velünk, hogy együtt tudjunk működni, és adott esetben azoknak, akik most megtekintették ezt a videót, és erre a videóra hivatkozva találnak végül meg minket, és emiatt döntöttek úgy, hogy beszeretnék adni a pályázatot, akkor egy olyan, úgymond ajándékkal tudunk élni, hogy az első energetikai szakvéleményt azt a mi díjunkból le fogjuk vonni, és mint egy ajándékként az előzetes energetikai szakvéleményt azt ügyfeleinknek jóvá tudjuk írni a díjainkból. Remélem, hogy elég csábító az ajánlat, és tényleg nem rabolnám akkor tovább az idejüket. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és bízom a mielőbbi találkozásban. További szép estét! További szép estét, minden jó! Minden jó!